Az újfehértói közmunkások jelenleg árkokat és vízelvezetőket alakítanak ki a veszélyeztetett utcákban. A városban visszatérő probléma a belvíz, ezért megelőző munkák folynak annak érdekében, hogy egy ismételt csapadékos időszakban ne alakuljon ki a mostanihoz hasonló helyzet, vagyis a belvíz miatt ne kerüljenek közvetlen veszélybe lakóházak. Az elmúlt napokhoz képest konszolidálódott a helyzet. Elsősorban ez annak köszönhető, hogy folyamatosan szivattyúztunk a kritikus helyeken, és nyilván az, hogy most lassan megállt az eső és kisütött a nap, meg elkezdett fújni a szél, azért ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy csökkenjenek a problémáink. A legnagyobb gondot az a hétvége jelentette, hiszen szombaton egész nap esett, vasárnap egész éjszaka esett az eső, illetve szombat éjszaka is esett az eső, és vasárnap reggelre alakultak ki kritikus pontok a szokásos helyeken, ahol egyébként évek óta már védekeznünk kell. Volt három helyszín, ahol közvetlen lakóházat is veszélyeztetett a belvíz már. Vasárnap a közmunkások és az önkéntes tűzoltók kezdték meg a belvíz szivattyúzását, majd a hét elején az átereszek és a csatornák takarításával folytatódott a munka. Az időjárás kedvező volt, hétfőre felengedett a fagyos föld, így az árkok jelentős mennyiségű csapadékvizet tudtak elszikkasztani, mondta el a polgármester. Hozzátette, a munkák a veszély elhárításával még nem értek véget. Az is világosan látszott az elmúlt 2-3 napban, hogy az önkormányzatnak további eszközök beszerzését kell végrehajtani ahhoz, hogy kellő időben tudjon a védekezésben beavatkozni. Ezért tegnap saját hatáskörben úgy döntöttem, hogy két nagy teljesítményű szivattyút, illetve 300 méter tömlőt beszerzünk, amit a közmunkások, illetve a önkéntes tűzoltó egyesület közreműködésével úgy gondolom, hogy hatékonyan fogunk tudni alkalmazni az elmúlt időszakban, ha esetleg szükség lesz rá. Tehát most már inkább megelőző munkálatok folynak, épp néhány percet tájékoztattak a kollégák arról, hogy ma reggel még két helyszínen folyt a szivattyúzás, most fejezték be, most már úgy tűnik, hogy elmentek ezek a vizek. Nagy Sándor mindehhez hozzátette, a 2010 óta folyamatosan visszatérő belvíz probléma végleges megoldására fel van készülve Újfehértó önkormányzata. Az elvezetés infrastruktúrájának kiépítésére beszerezték a szükséges vízjogi engedélyes terveket, amelyek megvalósításához a területi és településfejlesztési operatív program pályázatán igényelnek majd forrást.